Sziasztok, én Zanna vagyok, és itt van velem Slendy. Sziasztok! És ez itt egy újabb nyelvkihívásos videó. Ugye én azt írtam a komment szekciókban, amikor kérdeztétek tudom, hogy lesz egy újabb rész, hogy nem lesz. Ugyanis Slendy nekem azt mondta, hogy ő nem vállalna még egy ilyen nyelvkihívást, ugyanis az előző is szerinte borzasztó volt, ugyanis direkt nehéz szavakat írtam ki meg minden. Na most jóval egyszerűbb szavakat gyűjtöttem ki neki, szóval ettől már nem kell félnie. És akkor szerintem kezdjük is el, ne húzzuk a szót, vagyis ne szaporítsuk tovább a szót, hanem kezdjük el, itt most 6 kategória lesz, és tudom, hogy már sokan vártátok ezt a második részt, hát most itt is van akkor. Szóval, can we start? Yes, we can. Okay, your turn. You know the animals? Yes, wait, this. Is it an animal? Yes, is ez it? Ez egy állat. Oh my god. You find it, you find it. It's a real animal. You will search it on Google. Is it a bird? See. Not really. You know the bat. It's like a bat. Like a bat? Yeah, a bit. I know or maybe it. I don't know. I know how to pronounce it because when a captain says something, everybody say aye sir, aye captain. That's why. Ah. So it was easy. Szóval lényeg, hogy ki tudtam ejteni, és most jön az én állatom. This. What? It's easy! For you? Shoot Kermaha? I don't know. Sur Kermaha? Almost. Very, very almost. You are so close. I think it's the first part of the word is false. Right? You are so close. Surkemarha. Almost? I don't know. Surkemarha. 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 Your favorite letter. Yes, my favorite one. Igen, egyébként aki nem nézte meg az előző részt, annak javaslom, hogy először azt nézze meg, és utána meg ezt, ugyanis abban már volt mindenféle kategória, és ebben már egy kicsit más témák lesznek szóba hozva. Vagy más témákat fogunk szóba hozni, de majd remélem ez is tetszeni fog. Szóval, arról beszéltünk az előbb, hogy ugye Sandy Gamingnek vannak utálatos betűi, tehát az R betűt nem tudja kiejteni, a G betűt nem tudja kiejteni, meg a C betűt nem tudja kiejteni, meg aztán az N betűt, de az N betűt az talán igen. És az első részben ezzel szivattam, most nem igazán fogom ezzel szivatni, ennyi a lényeg. Next topic, következő téma jön. Yeah. Your turn or my turn? Your. Is it a town? Yes, it's a town. Sham. Yeah. Shamin. No. Shaman. No. Champagne. The first is good. This is good, but not this. Champagne. Yeah, Champagne. Champagne sur Marne, yeah. Oh yeah, good. Mindfuck. And is it a town?
Yes, it's a town. Oh my god. We have a lot of town like that. If I were you, I would destroy this city. Or rename this city because it's terrible. Oké, okay. A következő témánk ugye az az ilyen hely. De azt ahogy látjátok már ki is írtam. Itt nem feltétlenül kell városneveket megadni, hanem itt meg lehet adni akár földrajzi helyeket, vagy értitek, hegyeket. It's easy. As I said, it's easy. Easy, easy, lemon squeezy. So, challenge accepted. Do not tully. Yes. Not this letter again. Kose Pegixi. the end is hard. Dunantuli. Dunantuli. Yes. Kose. Kose Pegixi. Kose Pegixi. No. No. Ah. Try again. Kose pe gicseg. No. I don't know the end. Dunán túli középhegység. 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 Közép. 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 Hegység. Egység. Középhegység. Középegység. Középhegység. Középegység. Hegység. Hegység. Középegység. Középhegység. Loser. Nem igaz, hogy azt a H betűt nem tudjuk. This one közép is odd. Hegység. This one is odd. That's... Can you pronounce this letter? Age. Középhegység. 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 This letter is easy, but after there's a hard letter. It is hard. Okay, never mind, you lost. Oh my god. Okay, következő téma, next topic. A következő téma, most bejelentem, az a tárgy. Én most itt direkt egy magyar találmányt írtam, úgyhogy... It's an quotidian object. Ki... Csané? No. Ki... Kicsán. Kicsáné. Kicsanet. Kicsanet. Oh my god. But those one are easy. No, that's not easy. Kicsanet. Yes, that's. Yes, it is. Yes, because it is. I practice for this day. Kicsanet. And what does it mean? You will search that on Google too. It's an object there Can is in a Paris apartment. Object. Yes, a quotidian object in Paris apartment. But I don't have this in my okay. house. My word. It's very short and it's simple, easy. There is no G and R letters. Golyóstól. Almost. I'm almost. Yes. Golyóstól. Almost. Golyóstól? I don't know. No. Ah. Try again. Try again. Golyóstól? No. Ah. Do you give up? Yeah, I don't know. Golyóstól. 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 How can I know? Golyóstól. Not Golyóstól. Golyóstól. Golyó. How can I know that's not... Golyóstól. And how can I know...
how to pronounce your words. Oké. Okay. Következő téma, next topic. A következő téma a sport vagy sportoló. Tehát híres sport vagy híres sportoló. Azt mondta, hogy ide egy nagyon nehéz szót írt nekem. Oké. Okay. Oh, you fucker. That's a sport. A French sport. Hockey? Yeah. Yes. Suba... Wait, no, no. Suba... Quatiku? What? They are too easy. That's all? Yeah. Fine. Subaquatiku. Haki subaquatiku. Okay, subaquatic. Subaquatic. Yeah, yeah. That's so easy. I know. Oh, you loser. My... It's my you word. Want me to write the word I didn't wrote? What? No, I... No, no, never it's mind, never it's mind. It's too late. it's a famous Hungarian soccer. Not this soccer, this soccer. I understand, soccer. You know. Okay, the football player. Football player. So, pronounce it. Puskás? Ferenc? No. No. Let's try the first one. Yeah. Puskás? It's even worse. But you S are not the same S I have in my language. That's hard. Try again. Puskás. No. Okay, then the second word. Ferenc. No, you are so close. Ferenc. No. Ferenc. No. Okay, first one, Puskás. Ah, Puskás. And the second? Ferenc? No. Puskás Ferenc. Why a C? The C? Why? Why? C. Puskás Ferenc. Puskás Ferenc. Ferenc. Not T. There's a S too. This. T. Puskás Ferenc. Yes. How can I know a C is a TS? How can I know? Puskás Ferenc. I cannot know that. That's no, easy, but I can't know. You I know can't. It. You know it. Puskás now Ferenc. I know, but, not Puska, Puskás Ferenc. Okay, wait, wait, wait. Wait. The second, not the second. Az ötödik téma az a mondat. The sentence, you know. I know. Writing it. Okay. It's really long. It's really long. Én ide egy magyar közmond, egy eléggé ismert magyar közmondást írtam. That's it's really long. Are you ready? Yes. Are you fucking kidding me? No, I'm not. Un chasseur. Mm-hmm. Yeah. Sahan. Sahan. Then what? Sachant. Oh, sachant. 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 Sachez. What? Sachant. But not this. This. Ah, the other one. Yes. Chasser. Chasser. Yes. Doit. Yes. Yeah. Savoir. Yeah. Chasser. Yeah. San. Yeah. Son. 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 So. Yeah. She. What? No. She. No. She. No. What? She.
No. Sé. No. Sa. Su. Sü. Si. Su. No. Sa. Sá. Sé. Si. No, no, no. Su. So. Sö. No. Sü. Sé. No. Sá. Sa. Sé. Se. Si. No. Su. Sü. No. Sö. What? You give up? Yes. Chien. What? Chien. Chia. Chien. Chia. Chien. So, un chasseur. Chachen. Chachen. Nem, Zachen. Sachen. Sachen. Yes. Sachon. Sachon. Chasser doit savoir chasser sans. Sans. So. Sans. Chien. Yeah. That was good. That was good. But it's very, very long. Okay. Yeah, I told you. Time for the Hungarian sentence. Ez egy közmondás. 3, 2, 1, go! Sandy, go! Addig jár a kocsó a kútra míg el nem tolik. Almost. Really? What's almost wrong in this? What's wrong? Pretty much everything, no? Try again. Addig. First word. Addig. What? Addig. 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 Yes. Second. Jár. 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 I can't do this. Jár. Then. O. 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 Kocsó. Not O. O. A. A kocsó. No. Kocsó. No. Kocsó. No. Then what? Kocsó. Kocsó. Like this. A kutra. Kocsó. Kocsó. A. A kutra. 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 Not kutra. Kutra. But why? Why this? Why this and this are not the same? It's not the same. Kutra. For me it is. Kutra. Kutra. Yes. Mig. 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 Yes. El. Yes. Nem. Yes. Torik. Torik. Törik. 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 Okay, okay. Great. That's hard. That's hard. Okay. Következő téma az a nehéz szó, és ez egyben az utolsó is, de ezek az ilyen... Ezeken lehet a legtöbbet röhögni, mert ezek tényleg olyan nehezek, hogy belebotlik az ember nyelve. So... So, this one, I didn't know this word exists, but it exists. So you chose a word which is exist. This word exists. Then I just didn't know that. Okay. It's so short. It's too short. Yes, but I didn't know this exists. Smaragdin. Smaragdja. No. Smaragdi. This word is a bit hard, but no. Smaragd. No, not really. Smaragd. No. Smaragdan. Oh, yeah. Smaragdan. Smaragdan. Smaragda. I didn't know this exists. It's like a color, you know, green. Yes. It's like that. In Hungarian, smaragd. Okay. Easy. Hungarian word. Oh, it's my... that long. Oh my That's god. That's not long. For you, yes. It's much for shorter. Me, it's so long. It's much shorter than the last one. For me, it's so long. Okay, then. It's really long for me. Read it slow.
Lake Megyen Kessétel. Oh, I forgot. Dragon. No. Et. What? Et. Doubt. No. Ete. Tlene. BKK. I don't know. I don't know. Try again. No, no, please. So. Please. That's so long. I'm going to read it one time and then you try again, okay? One time won't be enough. Legmegengesztelhetetlenebbeket. That's too quick. Okay, legmegengesztelhetetlenebbeket. Try again. Okay, follow me. Leg. Leg. Meg. Meg. Engesztel. 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 Hetetlen. Etetlen. Hetetlen. Hetetlen. Nebeket. What? Nebeket. Nebeket? Nebeket. Nebeket? Nebeket. Nebeket. Nebeket? Yes. Legmegengesztelhetetlen ebbeket. Oh my god. Legmegengesztelhetetlen ebbeket. It's a beautiful Hungarian word. Only with this E letter, legmegengesztelhetetlen ebbeket. Okay. Okay. So, this is the end. Yes? Right? Yes, okay. This is the end. So, Sunday Gaming, what do you think? Of what? Was it good? Yes, it was good, but really hard. And who win? You! I won, yes! I won! If this is the end, we should finish the video. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett ez a második részes nyelvkihívás, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, illetve iratkozzatok fel az én csatornámra, illetve Sandy Gaming csatornájára, és akkor nem tudom, hogy mikor lesz egy újabb nyelvkihívás, valószínűleg még egy év után, vagy fél év után, nem tudom, hogy mikor lesz kedvem megint Sandy Gamingnek. Nekem mindig van kedvem, mert én már szinte mindent ki tudom kejteni franciául. Szóval. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tetszett, akkor lájkoljatok, és akkor sziasztok! 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 Yes.